Nem is kérdéses, tetszik-e a gyerekeknek az új oviuk. Mi tetszik benne a legjobban? A játék! Aki tud valamit, tegye fel a kezét, jó? Látják, minden gyerek tud valamit. Éppen arról beszélgetnek a Csillagszem óvoda egyik csoportjában, hogyan vigyáznak majd az új oviukra. Léna, hogy nekem egy szabályt, légy szíves, játékidőben mit hogyan kellene csinálni? Ha a játékot leveszel a helyéről, akkor azt vissza is kell rakni, mert ha nem rakod vissza, rálépünk és eltörjük. Ma reggel nagyon boldogan jöttek a gyerekek szüleikkel, és mi is dolgozók nagyon vártuk ezt a napot. Nagyon-nagyon sokat változott az óvodánk a felújítás során, a parkettától a villanyig, a világításig szinte minden megújult. Külön öröm számunkra, hogy a belső felújításokkal és átalakításokkal meg tudtuk cserélni az óvoda belső helyiségeit, ezáltal lett egy nagyon szép fejlesztő szobánk. A Szivárványvirág csoportnak egy bővített öltözője, az udvari játékainknak is nagyon örültünk. A három óvoda felújítása 15 hónapig tartott. Azt kell mondanom, hogy elég gyorsan elkészült a három épületünk, és elég sok szervezést igényelt az, hogy egyik helyszínről a másikra költöztessük el a gyerekeket. Nagyon sok a Ninesz munkatársai nagyon sokat cipekedtek ezekbe az időszakokba, és sikerült úgy megszerveznünk, hogy egy napra sem kellett egyetlen egy óvodát sem bezárni, vagy kérni a szülőket arra, hogy azon a napon ne hozzák a kisgyermekeket, mert hogy rendezkedünk. Ilyen volt, és ilyen lett a Gyöngyvirág óvoda. Egy másik településnek az óvodájába kezdtük, most itt kezdtük el az utolsó nagy csoportos éveinket, és hát összehasonlítás szempontjából nagyon tetszenek ezek a színes bútorok, nagyon modern a berendezés, a mosdó is nagyon szép, sokkal több játék van, mint ugye a másik óvodában. A kislányomnak is tetszik, nagyon sok program van, nagyon sok élményt szerzett itt, és nagyon könnyen be tudott illeszkedni, nagyon aranyosak voltak a társaik és az óvónők is, úgyhogy az is mindenféleképpen pozitív visszajelzés a gyermektől. Ez az óvoda a 70-es évek végén úgynevezett gyors technológiával épült. Ideiglenes megoldásnak szánták. Akkoriban nagyon sok kisgyerek érkezett a környező társasházakból. 37 éve ebbe az óvodába kezdtem pályakezdőként, és akkor 5 éves volt ez az óvoda. Azóta az évek során nem történt különösebb felújítás. Külső megjelenésében és belsőben is nagyon megújultunk. Minden bútorunk új, minden burkolatunk, minden vizes bázisunk, mindenfélénk megújult. A szülők nagy örömmel vették, főleg aki már több generáción keresztül is ide járt, és tudta, hogy milyen állapotok voltak itt. Ők nagyon örültek ennek, támogattak bennünket, segítségünkre voltak a ki- és bepakolásban. Jó, nagyon finom! Az óvodavezető azt mondja, a szükségben való összefogás még erősebbé kovácsolta a szülők és a nevelők közösségét. Tehát a visszaköltözésnél nehézséget jelentett az, hogy még nem készültek el a bútoraink határidőre, és a régi bútorokkal rendezkedtünk be, és ezeknek a cseréje szakaszosan történt meg, úgyhogy már működött az óvoda. Ez pedig már a harmadik óvoda. Szintén a jelenlegi nevelési év elején költöztek vissza ide a pedagógusok és a gyerekek. Azt szeretném mondani, hogy már régóta ide jártunk ebbe a óvodába, és én szeretek ide járni, a játékok is jók, és szeretik és a többi gyerek is szereti, és nem csak én, hanem a babaszoba is jó, meg a babakonyha, az ősaszasztai játék, meg a kinti szőnyegi játék is jó, és vége. Juditnak két kisgyermeke jár ide. Egyikük most kezdte az óvodát. Óriási volt a különbség, amikor ide megérkeztünk szeptemberben. Ez a gyönyörű épület, a felújított, tágas, vidám, napsütéses, és egyáltalán az, hogy itt a gyerekeknek van tér. Egy tornaórát nyugodtan meg lehetne tartani, ez számomra nagy öröm volt. Úgyhogy nagyon jó volt ezt kivárni, és azért megérkezni ide végre. Azt gondolom, nem csak nekünk, hanem az itt dolgozóknak is. A mosdókat is teljesen felújították.
tiszták és gyerekbarátok lettek. Örömmel veszik le és teszik vissza törölközőt a gyerekek, és a mosópoharakat is, és a mosdók is tényleg a gyerekek méreteinek megfelelően lett felrakva. Az óvoda vezetője azt mondja, a gyerekek igencsak elámultak, amikor egy év után visszaköltöztek a régi óviukba. Először csak csodálkoztak, hogy hú, nekünk ilyen nagy óvodánk van, milyen szép, milyen jó itt nekünk, és birtokukba vettek minden kis sarkot a gyerekek, tényleg. Nagy örömmel nagyon vigyáznak mindenre, az új játékokra is, és nagyon-nagyon meg szeretném köszönni az összes szülőnek, aki részt vett a pakolásban, a takarításban. Annak jó menjen a Duna, mely nem tudás ülni. Új bútorokat, konyhai berendezéseket és udvari játékokat is vásárolt az önkormányzat az óvodákba. És így meg tudtuk valósítani azt a célunkat, hogy a nagyatádi óvodás korú kisgyerekek többsége új intézményekbe járhat, hiszen a 13 óvodai csoportból 9-et érint a három óvodáknak a felújítása. Ezek tulajdonképpen teljesen új épületek lettek, egy teljes körű felújítást valósítottunk itt meg. Korszerű, kényelmes, komfortos körülmények közé kerültek a nagyatádi óvodáskorú kisgyerekek. Azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy igazán a mai kornak megfelelő óvodák legyenek Nagyatádon. A város három legnagyobb óvodáját érintő beruházás összesen 516 millió forintba került. Ehhez elnyerte a maximális uniós támogatást a város, vagyis 300 millió forintot. 216 milliót pedig saját forrásból, hitelből biztosított.